Üdv mindenkinek! Szerettem volna bejelentkezni egy rövid videóval, egy spontán rövid videóval arról, hogy én miket találtam az idei Tűzzel Vassal fesztiválon, miket vásároltam. Most nem készítettem átfogó videót, se képeket a bökős betyárok nevében úgymond, de gyorsan megmutatom nektek, hogy én bizony megtaláltam azokat a darabokat, amikre már régen vadásztam. Egy párat kiúszhatok a bakancs listámról, szerencsére. Úgyhogy meg is fordítom a kamerát, és nézzük meg a késeket. Ja, megmutatom gyorsan őket. Lesz egy picike. Nagyobb két nagyobb kés, most késekre álltam rá egy picit, két stílusban. Lesz egy apróság, egy csecsebecse, nem kés, és nem is bicska. És egy modernebb bicska lesz benne ebben a kis szütyőben. Na nézzük is akkor. Sikerült sorba tennem ezeket a tárgyakat. Mondjuk ez az utolsó az éppen a második, harmadik helyre beférne talán, de hagyjuk ezt utoljára. Lesz egy mérőszalag is itt a kezemben, csak hogy megnézzük a méreteiket is. Az első két tárgy, kés és ez a valami, mindjárt meglátjátok, hogy mi. Ez Barta Zsolttól van, késkészítő. És ez egy feszítővas, egy apró, rusztikus, kivitelezésű feszítővas, hőkezelt természetesen. Nézzük, hát ha fókuszál is a kamera. Tehát ez így néz ki. Méreteket tekintve, ez egy 11 cm hosszúságú, van ott egy nagy furat, ugye rá tudunk fűzni bőrdarabot, vagy parakordot, ki mit szeret, ugye. Vastagsága mennyi lehet? Ez egy 4 mm szerintem. 4 mm körül van. És meg érdekes, hogy nagyon éles. Tehát majdnem, hogy véső. Én lehet, hogy ebből el fogok venni egy kicsit, egy tompítok rajta, hogy ha a zsebemben van, vagy a táskámban, akkor ne vágja szét a dolgokat benne, vagy ezt megmutatom nektek, hogy ez annyira éles, hogy farigcsálhatok a körmömből egy picit. Egyébként nagyon tetszik, már régóta vágyok egy EDC feszítővassal. Modernebb kivitelezésű darabokat láttam, elég drágán, és felesleges dolgok vannak rajtuk, sörnyító, csavarhúzó, és a többi, ami számomra felesleges, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ezt megtaláltam. Egyébként ez 4500 forint volt Barta Zsoltnál. Három darab volt a standján, én megvettem ezt. Az egyikben volt egy kis bemetszés, ugye bevágás, gondolom az a szögeknek, a szegeknek a eltávolítására alkalmatos. Ez is egy Barta Zsolt remek mű. Egy éve láttam meg ezt a koalát, a koala bicska, kést, EDC kést az ő standján, és azóta vágytam egyre. Jött a Lurdi, még akkor sem jött el az idő, hogy megvásároljam, a karácsonyi késkiállítás szerintem akkor is ott volt, és akkor sem vettem még meg. De most ezzel a szándékkal mentem, hogyha lesz valami szép kivitelezés, szép markolattal valami koala, akkor azt mindenféleképpen megveszem tőle, és nem is lett máshogy. Kydex Stock, ugye? És itt van ez a gyönyörűség. Nem tudom milyen markolat, azt megvan a tanúsítvány, de nem olvastam el. Maradt egy furat is, ugye. Ez is egy átmenő szegecs talán, vagy csak át van furva, nem tudom. A lényeg, hogy átmenő. Látjátok? Bocsánat, a kamerám nem nagyon fókuszál most jól. De látható, tehát ez a modell neve koala, és itt a Barta név is benne. Nagyon tetszik ez a kis forma, ez jó nagy kezem van, de kézre esik így is, nyakkésnek is megfelelő esetleg. Ulti-klippel pedig ugye már is fel lehet csipetetni az övünkre, vagy zsebbe. Én inkább zsebbe fogom hordani szerintem. Egyébként beletettem ezt a szigetelő szalag darabkát, mert félek, hogy megsérti majd a Kydex ezt a gyönyörű
markolatot, és nem szeretném. Már van rajta egy pár sérülés itt, ahogy becsúszik és kicsúszik a késnek a markolata, és súrlódik a kydextokon. Nos, én majd szépen megoldom én ezt, hogy ne legyen ilyen feltűnő. Most csak ez volt kéznél, addig sem akartam, hogy megsérüljön. De egyébként így még feszesebb, ugye? Nekem azt tetszik, hogy nehogy véletlenül kiessen. Úgyhogy majd megoldom. Veszek rá egy ulti klipet is, és akkor lesz rajta felcsatolhatási lehetőség, vagy csatolási lehetőség, ugye? Ja, nem néztük meg a méreteket, ez gyorsan. Hogy is van ez? Teljes hossz az 16 centiméter. A pengének a hossza az pedig bocsi, csak olyan nehéz úgy tartani, hogy én is lássam, hogy mi van ott, meg benne legyen a videóban is. Tehát ezt a múltkor méregettem, ez 8,6 körüli hosszúság. Vagy rosszul látok? 7,6, bocsánat. És az élhossz is körülbelül annyi. Ja, ugyanannyi. Nagyon tetszik ez a forma. Tegyük vissza biztonságosan. Nem volt még sose Kydex tokos késem. Az első, kíváncsi vagyok majd használatban, milyen véleményt alkotok róla. Legyen ez a következő. Na, ez olyan mi. Csut Gábor. Csut Gábornak az egyik kése. Nagyon szeretem Gábort, mert egy nagyon jókedvű ember, aki igényes a munkájára. Tényleg egy nagyon jó emberről beszélhetünk. És már vásároltam tőle, bele is készítettem ugye a videót, az első videót is, amit most is köszönök neki, hiszen elég sokan megnézték. És itt van tőle ez a beluga. Beluga, ez egy nagyon karakteres kése. Mikarta markolattal, és van benne egy fiber berakás, ami nagyon jól illik ez a színhez. Ő nagyon szereti a mesterséges markolatokat használni, markolatanyagokat, amit ha megnéztek a videóban, akkor ki is tér erre, hogy szeret természetes anyagokkal is dolgozni, de inkább ezek a mikarták, epoxi, műanyag, hibrid markolatok állnak közel hozzá. Egy holkeres lejelezés, nagyon ért hozzá a holkeres lejelezéshez, méghozzá kézzel, szabad kézzel készíti őket, ezért egyik kése sem egyforma, úgymond. Mindegyikben van egy kis eltérés, mert ugye mind kézzel készül. Nekem ez tökéletesen kézre esik. Nézzük meg a késnek a méreteit. A kés az szerintem 22,5, nem, egy kicsit több, 23,5 centi hosszúságú. Ez is megvan a tanúsítvány, csak most nem tudom elővenni. Maga a markolata az szerintem 11 centi. Én nekem nagy kezem van, egy picit talán lehetne nagyobb, de elboldogulok majd ezzel, úgy érzem. És a penge hosszúsága pedig 12,5 centiméter. Az élhossz az olyan 12 körül van, 11,5, tehát ez egy kicsit rövidebb, de mennyire tetszik ez a forma. Már régen vágytam tőle egy nagyobb késre, van tőle egy EDC Tihamér nevezetű kis mikarta, farmer mikarta markolatos késem, ez tökéletesen passzol hozzá. Alig várom, hogy kipróbáljam, teszteljem, majd arról is készítek videót remélhetőleg, természetes körülmények között. Már egy kicsit próbálok majd jobban odafigyelni a részletekre is, hogy minél profiban letesztelni ezeket a késeket, úgymond jövőbeli videókban, ha lesznek. Nem ígérek már semmit, mindig elmaradnak az ígéreteim, amit sajnálok. A lényeg, hogy van rajta egy kis furat is, ugye, szerintem teszek bele majd bőrt, lehet parakordot, ehhez az illik jobban. És egy gyönyörű tok van hozzá, ami nagyon finoman bele csúszik, amiben nagyon finoman belecsúszik a kés, és elég fixen benne áll, tehát ez nem fog kiesni soha. Na hát ennyit Gabinak a késéről. Nagyon örök neki, hogy sikerült megvásárolnom. Köszönöm, Gabi, egy szuper darab.
Második nagyobb kés egy teljesen más stílusú kés, Zsinkó Istvánnak Zsömi a neve. Most ezen a tűzzel-vassal alkalmával jobban el tudtam vele beszélgetni, ott is az ára. Ja, egyébként nem mondtam meg az árát, Csut Gábor, ez szerintem 50 ezer forintért volt kirakva ez a kés. Tehát 50 ezer forintba kerül ez a kés, nekem nagyon kedves volt, egy kevéssel olcsóban adta barátjáron. Itt van Zsinkó Istvánnak ugye akkor ez a kése, ez 36 ezer forint volt, itt van rajta a tokon az ár, 36 ezer forint. Szerintem ez egy teljesen kovácsolt, lekovácsolt kés, én úgy emlékszem, hogy azt mondta, tehát formára van kovácsolva, és itt ugye lecsiszolta az élszalagot egy picit. Eléggé, tehát ott nézegettem nagyon sokáig, hogy mit vásároljak tőle. Ez is már egy régi álmom volt, tűzzel az elmúlt, tehát az utolsó 2022-es tűzzelvassal óta én már tervezem, hogy rendelek tőle, vagy megkeresem ugye személyesen, vagy felhívom valahogy valamilyen különleges kést, de nem jött el annak az ideje. Most viszont ott voltam szerintem 40 percet, 30 percet egy jó ismerősömmel, ott nézegettük a késeit, a termékeiket, és hát ez lett a választásom, mert van rajta ugye egy furat, tökéletesen kézzel esik a kés. Voltak nagyobbak, vastagabbak, azok már nagyok voltak. Tehát az jó, lehet, hogy suhintani, tehát így hasítani, de ez meg mindenes késnek tűnik. Ezt is szeretném majd letesztelni. Nem volt még ilyen késem, aminek bőrmarkolatos, ilyen bőrmarkolatú kés, ugye. De nagyon tetszik. Nagyon tetszik a bőrtokja is, szépen egyszerű, nem semmi extra, de mégis tökéletes, illik a késhez, a rusztikus jellegéhez. És ugye azért örülök ennek a bőr szalagnak is rajta, mivel segít a kihúzásban, tehát a kivételében, a késnek a kivételében. És ez is bakancslistás volt, most már megvan. Itt van a beütője, nem tudom, hogy mennyire láthatjuk a képen, a videón. És nézzük meg a méreteket, ez szerintem bőven, ez egy 5 millis, ez egy 5 millis vastagságú, penge vastagság, legalábbis itt a markolat fele, itt vékonyul le. És a hosszúsága, hát ez nehéz ilyenkor lemérni, hogy a pengének mi a valós hosszúsága, mert nincsen markolat, úgymond. Ezért a rendőrségnek nem lehet bemagyarázni, hogy ez egy RDC-kés. De semmiféleképpen nem lenne LDC, mert ez egy alapból, ez egy 12 cm penge hosszúságúnak tűnik egyébként. Attól függ, hogy honnan mérjük, ugye szerintem 12 körüli. Az egész kés pedig, ezt is nézzük meg, az egész kés pedig 24 cm körüli, 23-24 cm körüli hosszúságú. Az én kezemre tökéletesen kézzel esik, ugye. Nagyon-nagyon tetszik, szerintem az egyensúly is rendben van. Ezt is már csak le kell tesztelni. Van éle is egyébként. Nem borotvás szerintem, pedig... nem húztam meg még, ezt még nem éleztem, nem próbáltam, nem volt még rá időm, de majd annak is jön az ideje. Tehát ez egy Zsinkó István Zsömi féle kovácsolt kés. Egyébként gyönyörű más termékei is vannak, mondom, nagyon sokat beszélgettünk vele, nagyon-nagyon szimpatikus embernek tűnik nekem, egy első benyomások alapján mindenkinek tudom ajánlani őt, de mindenkit, aki ebben a listában szerepel. Az utolsó darab, kés, tárgy, bicska, mondjuk ezt egy bicskának, ez egy modernebb bicska, amit már régen szerettem volna szintén, tehát van egy pár magyar készítő, aki készít ugye modern folder bicskákat. Folder az angolul ugye a bicska, de én szeretem ezeket a modern bicskákat foldereknek nevezni. Tehát ez egy Szálkai Róbert készítésű robicska, EDC robicska. EDC, mivel a penge hosszúsága ugye 9, 8,9
nem, 7,9 cm. Bocsánat, hogy össze-vissza beszélek, megpróbálok rá fókuszálni. Tehát ez egy tökéletesen kivitelezett, precízen kivitelezett darab. 9-kor ott voltam a standjánál. Ugye ezeket nagyon hamar elkapkodják, az ilyen kis foldereket magyar készítőktől. Nem volt olcsó, 85 ezer forint volt, ha jól emlékszem. 80 vagy 85 ezer? Inkább 85 ezerre emlékszek. Voltak más panelekkel ellátott modelljei, különböző színekben voltak ezek, sárga, narancs, ugyanezzel a G10 markolattal, csak ugye más színben, meg volt, amiben voltak különböző díszítések, azt annyira, azt nem tetszett, de én inkább maradok az egyszerűbb változatnál. Azok 110 körül voltak, ha jól emlékszem. Ezen is van egy furat, ugye parakornak, valami nem, kis kötélnek. Torx csavarok vannak benne. Nagyon, nagyon könnyedén nyílik, tehát azt észrevettem, hogy a gondolom csapágyas. Én nem nagyon értek a modernebb folderekhez, megmondom őszintén, ezért nem akarok hülyeséget beszélni. Most ismerkedem vele, velük. De nagyon tetszik, hogy könnyedén nyitható, kőmosott penge. Nem tudom, hogy milyen acélból készült a penge, mert a tanúsítvány most nincs nálam. A nyitó szemölcs, pöcök, az is gyönyörű, milyen szépen meg van munkálva. És maga, hogy az, a részletekre is figyelt, hogy még az is ugye piros kis műanyagot kapott, és így harmonizál az egész bicska. A linerek, mondjuk linereknek, a platinák, a tradicionális bicskáknak, ezek platináknak nevezik, most nem tudom, ez linernek hívjuk, azok is ugye kőmosottak, van benne szerintem ez egy műanyag betét. Elnézést, hogy nem tud fókuszálni a telefonom. A klipsz is nagyon, nagyon erős. Fú, ez profi. Az is kőmosott, szerintem ez a beütője. Érdekes módon azt hittem, hogy benne van a beütője a pengében, de nem találtam sehol. Láttam régebbi darabokat, az amikben benne volt. Szerintem nem szokta mindig beletenni, belehelyezni a pengébe. G10 markolat, ugye ez a piros, nagyon-nagyon tetszik, tehát annyira könnyű kinyitni. És nem csak egyféle módon lehet, ugye, kinek mi tetszik, ugye. Én maradok a nyitó pöckös, szemölcsös nyitásnál szerintem. Így is ki lehet, hogy ha az ember itt ezt a végét, a markolat végét, a penge végét ugye próbálja, ez nekem annyira nem esik kézre, meg lehet rosszul csinálni, ugye ki kéne csapni valahogy így. Nagyon tetszik, nagyon örülök, hogy végre lehet egy ilyen modernebb bicskán magyar készítőktől. Úgyhogy ennyi. Ez nem volt tok, csak ez a kis fekete tasi szütyő. Kicsit már színeződik el, a farmeremben volt, fekete farmeremben. Nem bánom, mert ez ad neki majd egy karaktert, szerintem. Bár biztos vagyok benne, hogyha szivacsal megsúrolom, akkor majd simán le lehet tisztítani. Amit nem akarok, mondom, nekem tetszik, hogyha lesz egy karaktere a használattól. Méretet nézzük meg, mondjuk ez biztos, hogy 7,9 cm. Igen, centiméter. Annyi? 7,9 körüli, igen, 7,9 körül van a hosszúsága. Az élhossz az, nem nehéz így megállapítani, az élhossz az 7,9 az is, úgyhogy teljesen legál. Mindenki a saját felelősségére hordjon legál méretű késeket, mint ez, meg ez a bicska, mert ez rendőrtől függ szerintem, meg viselkedéstől, ugye, hogy hozzáállástól, hogy ki mikor lesz megállítva és ellenőrizve lesz. Tehát ennyi lett volna mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy átnéztük, hogy miket sikerült nekem beszerezni. A kommentekbe írjátok meg, hogy ti mit találtatok magatoknak, ha igen. Sok zűrzavar volt az idei Tűzzel Vassal Fesztiválon egyébként,
kisebb viták létrejöttek, ugye, még biztos hallottatok róla, de úgy nagyjából szerintem pozitívan zajlott le az egész, egy jó hangulatú fesztivál volt, nagyon jó, hogy el tudtam erre menni. És ugye mindenkinek köszönöm, a készítőknek is, hogy megvásároltam ezeket tőlük, beszélgethettünk, az ismerősöknek is ugyanezeket, hogy jó volt összefutni, sajnos volt, akivel nem, majd legközelebb. Addig is viszont vágással.